Imád nyíltan állást foglalt Izraellel szemben az iráni vezetés a vasárnapi Natanzi incidens miatt. Az iráni atomprogram fellegvárának számító létesítményben alig fél nappal azután ment el az áram, hogy üzembe helyeztek 164 új, nagy teljesítményű urántúsító centrifugát. Az iráni atomenergia ügynökség vezetője először meghibásodásnak, majd hétfő reggeli közleményében már terrorcselekménynek nevezte a történteket, anélkül, hogy megvádolt volna bárkit. Az iráni diplomácia vezetője azonban nem sokkal később már Izrael felelősségéről beszélt, és válaszlépéseket helyezett kilátásba. Az izraeli sajtó már vasárnap úgy tálalta az incidenst a titkos szolgálatokra hivatkozva, mint a Mossad sikeres akcióját. Azt nem tudni, hogy a múlt heti holokauszt emléknappal vagy a nemzetközi atommegállapodás helyreállítását célzó kedden kezdődött Bécsi tárgyalás sorozattal áll-e összefüggésben. Izrael számára mindkettő érzékeny kérdés. Az egyik azért, mert Irán tagadja a holokausztot, a másik azért, mert az izraeli vezetés szerint a nemzetközi közösség hibát követett el, amikor alkut kötötte Heránnal az iráni atomprogramról, ahelyett, hogy egy az egyben leállítatta volna.